5 esztendős lehettem, amikor legelőször olvastam Láng György a Tamás templom karnagya című könyvét, amelyből kialakítottam gyermekkoromra egy meglehetősen romantikus és idealisztikus képet Johann Sebastian Bachról. Láng György természetesen heroizálta Bach személyiségét, hisz a könyv alapján Bach olyan volt, mint hogyha Szent Ferencnek és Kalkuttai Teréznek a közös gyermeke lett volna. Ebből a regényből én nagyjából azt szűrtem le, és ez határozta meg a kezdeti Bachal kapcsolatos elképzeléseimet is, hogy Johann Sebastian Bach, aki szegény, utolsó szakadt szalonkabátjában ül a Lipcsei Tamás templom orgonájánál, és játssza rajta a D-moll tokkátot és fugát, miközben a hús őszi szél besüvít a kitöredezett ólomüveg ablakokon. Később a zenetörténeti kutatások nyomán bebizonyosodott, hogy ebből az általam kreált zsánerképből szinte semmi nem igaz. Johann Sebastian Bach soha nem ült le a Tamás templom orgonájához, részben mert az akkori orgona igen rossz állapotú volt, nem is szerette, és részben ő a templom karnagya volt, és ha orgonához szottyant kedve, akkor átment a Pauliner kirchébe, ahol méltó és nagy hangszer várta őt. Másodszorban Johann Sebastian Bach mindennek mondható volt, csak szegény embernek nem, hiszen a halálakor felvett hagyatéki jegyzőkönyv szerint nagyon komoly hangszer és könyvgyűjteménye volt. A harmadik és számomra talán legszívbemarkolóbb az a felfedezés volt, hogy nagy valószínűség szerint a D-moll tokkáta és fugát nem is Johann Sebastian Bach írta, jóval korábban keletkezett szólóhegedűre és valószínűleg mediterrán szerző alkotása. Én mégsem engedtem el Johann Sebastian Bach gyermekkoromban kialakított képét. Nem engedtem el, és ebben nagyon nagy része volt Felix Mendelssohn Bartholdynak, akinek a világ Johann Sebastian Bach újra felfedezését köszönheti. Az Ilbermanni tevékenység az egy borzasztó hasonló jelenség volt a 18. században, mint a későbbi orgonagyáraknak, nagy üzemeknek a üzleti és hát ipari tevékenysége. Lényegében Silbermann ugyanolyan minőségben, ugyanolyan menzúrákkal dolgozott, nagyon komolyan megszabott standardok, szinte gyári standardok szerint egész életébe. Tehát minden orgonájánál ugyanazt a hihetetlen, komoly, precíz munkát, kidolgozást találjuk, teljesen függetlenül a mérettől, és ez a hangra is azért valószínűleg igaz. Ő erre nagyon korán rájött, ugye a 19. században végülis Cavaillé-kor volt ilyen szempontból az ő méltó párja, hogy ő kidolgozott egy hangot, egy hangkoncepciót, amiről meg lehetett ismerni az Ilbermanni tradíciót. És biztos lehetett benne bárki, aki Ilbermann orgonát rendelt, hogy ő ezt a hangot fogja kapni. Tehát valahol látott egy Ilbermann orgonát, megtetszett neki, és akkor azt a hangot hozta el Ilbermann abba az ő saját, a megrendelőnek a templomába, vagy belső terébe. Tehát ilyen szempontból, és tudta, hogy lényegéből lényegében a megélhetés, az üzemnek a sikere az azon múlik, hogy ezt a roppant stabilitást és standard, szinte szériaszerű kvalitást ezt minden körülmények között produkálni tudja. Silbermann és Bach viszonya, az egy rendkívül ambivalens viszony volt. Természetesen ismerték egymást, azt mondhatnám, hogy azért nagyon jól ismerték egymást. Mind a kettő személy megkerülhetetlen volt a maga kategóriájában, 100 országban szinte intézményén nőtték ki magukat, és nem is tudták kikerülni igazából egymást. Most ez a viszony, ez ugye mondtam, ambivalens volt. Miért? Hát azért, mert két borzasztóan erős egyéniségről beszélünk, akik a saját koncepciókból büszkén ugye nem engedtek, vagy nem óhajtottak engedni. Egymást végülis kölcsönösen kritizálták, de mivel, hogy
Zilberman volt végül is egy, a szolgáltató ilyen értelemben, és Bach művész volt, ezért ezek a bizonyos kritikák, ezek leginkább Bach irányából fogalmazottak meg Zilberman felé. Valószínűleg egy kekec ember volt, és Zilberman nem nagyon akarta, hogy az orgonáit Bach vegye át, hogy ne kössen bele bizonyos technikai dolgokba. Nem volt kényelmes neki. Viszont a Leistungot, a kvalitást Bach mögött messze menően elismerte, és vice versa. Híressé vált egy fortepiano átvétel, illetve véleményezés Bach részéről. Zilberman épített egy fortepianót, ugye mi tudjuk, hát ő gyakorlatilag az angol mechanikának volt az egyik előfutára, és a fortepiano abban az időben, ha nem is volt annyira nagyon újdonság, de mindenképp egy modern, szinte extravagáns műfajnak számított, és Bach megkritizálta Zilberman új fortepianójának a billentését. És ott kialakult egy kis parázs vita köztük, és amikor ez a vita elült, és mindenki már kialudta magát, akkor Zilberman Bach javaslatai szerint bizony átépítette a fortepianóját, amit Bach ismételten megnézett, és akkor már dicsérettel nyilatkozott róla. Ez sajnos úgy ment át a köztudatba, hogy Bach konzervatív volt zeneileg, és nem szerette a fortepianót, bár megmutatták neki, de hogy ő már nem tudott ráhangolódni erre az új hullámra, ez nem igaz, Bach még kereskedett is fortepianóval, és ha valaki ma azt mondja, hogy Bach zenéje nem alkalmas mondjuk korai zongorára, vagy általában zongorára, az nagyon komolyan téved. Tehát az Zilberman felé a fortepiano kritika az bizonyos technikai dolgokat érintett, és nem a fortepiano lényét magát. Forkel is, ugye Bachnak az életrajz írója a 19. század legelején írja, hát ő ugye direkt forrásokból idéz, illetve direkt forrásokra támaszkodik, hogy Bach valójában nem annyira szerette a csembalót, és hogyha tehette, akkor inkább klavikordon játszott, aminek hangzásbeileg azért mondjuk nagy testvére a fortepiano. Bach és Zilberman közötti baráti viszony nem nagyon mutatható ki történelmileg, de munkatársi viszony feltétlenül. 1733-ban, azt hiszem, de mindenféleképpen a 30-as évek elején Wilhelm Friedemann, a kedvenc Bach fiú, Dresdába ment a Sophienkirchének, a Szent Zsófia templomnak az orgonista állására jelentkezni, illetve hát ott nyilván meg kellett mutatni minden jelöltnek, hogy mit tud az orgonán produkálni, és oda a forrásaink szerint Bachnak a ünnepelt karácsonyi G-dur preludium és fugáját vitte, és ott azt úgy mutatta be, mint saját művet. Ez nem nevezhető feltétlen lopásnak, tehát ezt az édesapja tudtával cselekedte, illetve az édesapja neki adta ilyen értelemben ezt a művet, és bizony egy Zilberman orgonán felvételizett, és egy Zilberman orgonának a gazdája lett. És még a 30-as években, azt hiszem, hogy 1737-ben vagy 36-ban kelt tőle egy versbeszedett dicsimusz, ahol Zilbermant dicsőítette, és azt írja ebben a kis német nyelvű versben, hogy Zilberman dicsősége, melyet Szászországban a két keze ügyessége és művészete által megszerzett, örökké tart. Na most én azt gondolom, hogy ha Wilhelm Friedemann egy olyan házból jön, ahol Zilberman nevét nem szívesen említik, vagy ha igen, akkor negatív előjellel, akkor ilyen versikéket nem igen írogatott volna. Egy jó fél évvel a forgatás előtt megkezdtük a film előkészületeit, és az volt a tervünk, hogy csodaszép tavaszi időben forgatunk, ezért egy április végi időpontot választottunk.
Xavier már néhány nappal korábban megérkezett Rőtába gyakorolni és regisztrálni. Mi éppen úton voltunk kifelé, amikor érkezett a hívás tőle, hogy Máté, csodaszép karácsonyi filmet fogunk forgatni. Itt már havazik. Most ennél azért kegyesebbek voltak hozzánk az égiek, és gyakorlatilag végig nagyon hideg, de napsütéses időben tudtunk forgatni. Ez látszik is a felvételeken. A nehézségek viszont itt nem értek véget. Rőta egy egészen csendes kisváros. Valamilyen útlezárás miatt viszont most a sétáló utcába, a templom mellé terelték a forgalom jelentős részét, emiatt gyakorlatilag percenként haladtak el autók ott, ami a hangfelvételekben rettenetesen belehallatszódott, úgyhogy volt olyan, amit 10-15-ször is újra kellett venni, hogy utána rendben legyen a felvétel. Amikor a filmet terveztük, azt mondtuk, hogy egy olyan alkotást szeretnénk látni, ami igazán magas minőségű. És azért döntöttünk a 4K felvételek mellett, hogy ne csak hangzásban nyújtsunk kiemelkedőt, hanem a lehető legtöbb pixelt, a lehető legtöbb színt tudjuk visszaadni ebből a csodás barokk hangszerből és a környezetéből. Lehet persze azt mondani, hogy egy hangszernél, vagy egy zenénél, vagy a zene felvételénél csak maga a hangzás számít, de az orgonánál azért kiemelten igaz, hogy gyakorlatilag alig látunk valamit a hangszerből, és gyakran még az orgonistából sem sokat, egy-egy koncert alkalmával. Ezeket most közelebb hoztuk, mert hogy valóban szépek az orgonának a sípjai a homlokzaton, amiket kívülről láthatunk az orgonaszekrényen, de azért az izgalmak azok belül vannak például. Mi eleve olyan szettel készültünk most a kamera szempontjából és a világítás szempontjából is, amivel ezeket föl tudtuk venni. Ezek nagyon kényes és érzékeny részek bent, ráadásul rendkívül kicsi hely van, de mi igyekeztünk mindent fölképezni és megmutatni a nézők számára, mert azt gondolom, hogy az orgonazene valahogy így teljes ezzel a hatalmas, folyton mozgó és csattogó szerkezettel együtt.
Stravinskynek van egy kicsit gonoszkodó, de mindenképpen nagy igazságtartalmú mondata. Volt a barokk zene, volt Johann Sebastian Bach, és a kettőnek semmi köze nem volt egymáshoz. Az, hogy a romantika ilyen módon ismert önmagára Johann Sebastian Bach zenéjében, nem volt véletlen. Bach zenéjében benn volt valóban a 20., a 21., a 19. század zenéje, mint ahogy benne volt a teljes múlt, az európai zene előtte lévő 800-900 esztendeje is. Mendelssohn tulajdonképpen a romantikus Bachot ismerte fel, és mivel én a mendelssohni tükörképét ismertem meg Johann Sebastian Bachnak, azt hiszem, hogy halálomig ragaszkodni is fogok ehhez. A korérzésből kialakult egy együttes, ez a Berliner Singakademie, tehát az Énekes Akadémia, amely egy kórus társaság volt tulajdonképpen, amit egy Fás nevű zeneszerző alapított, és az ő követője volt az a Carl Friedrich Zelter, aki viszont Mendelssohnnak volt a tanára. És ennek a Singakadémiának a tagjai voltak többek között Mendelssohnnak a szülei, Abraham és Lea, akik ott nagy lelkesen énekeltek, és később a kis Mendelssohn és a Fanny, de csodálatos nővére, Mendelssohnnak szintén ott énekelt ebben a Singakademie, és a Singakademie kifejezetten azért jött létre, hogy Bachnak a nagy vokális műveit az utókorral megismertessék. Ugye Zelterrel való kapcsolat rendkívül fontos. Ez számomra a Zelter az egy kicsit furcsa, sötét ló, ha szabad ezt mondani, mert én azt gondolom, hogy ő nem volt egy igazán nagy ember, nem volt nagy zeneszerző, de az a munka, amit a Berlini Kórus Egyesület élén végzett, és valahol nyilván ráérzett a kornak erre a sajátos levegőjére, fölismerte a Felix Mendelssohnnak a zsenialitását, ami ugye nagyon fontos, az, hogy elvitte Goethéhez, Zelter, az is rettentő fontos, ugyanis Mendelssohn ezáltal ugye hidat teremt Bach és Goethe között, hiszen Goethével is Mendelssohn ismertette meg, mert hiába mesélt Zelter Goethéről, Mendelssohn leült az zongorához, és eljátszott neki Wolfgang Peters klavírokat, és bármit fejből, mert Mendelssohn egy szinte emberfeletti képességekkel, zenei képességekkel megáldott ember volt, és hát ez egy történelmi dolog, hogy ahogy Goethe Bachval találkozik a fiatal Mendelssohnon keresztül, hát aztán Mendelssohn tehát 14 éves volt, amikor először vitte oda Zelterőt Goethéhez. És itt megint van egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen az egész Mendelssohni életműben én érzek egyfajta Bach utánzás, tehát hogy egy nemzetnek a komponistájává válni a Lutheren és Bachon keresztül. Mendelssohn nélkül ma nem lenne Bachnak ilyen hatalmas, ilyen robosztus, ennyire megkerülhetetlen emlékműve. A legnagyobbat azzal tette, hogy Johann Sebastian Bachot visszaadta az emberiségnek, miközben csodálatos komponistaként egy életen át nem tudott szabadulni a saját műveiben sem a bachi örökségtől. Ez a család, a családok, ez az ága keresztényé vált, ugye luteránussá vált. Ugye Mendelssohn 9 éves korában, talán még fiatalabb is volt, 7 éves korában megkeresztelték, tehát az Ábrahám és Lea elhatározták a zsidó asszimilát jegyében, mert hogy azt mondta Mózes Mendelssohn, hogy gyerekek, ez a két vallás úgyis össze fog nőni, a zsidó és a keresztény, tehát nyugodtan keresztelkedjetek ki, hiszen ti német zsidók vagytok, és nem zsidó németek. Hát ez egy borzasztó fontos pillanat, és ugye Mendelssohnnak szerintem egész életén át ez a lutherizmussal való találkozás a Bachon keresztül, szerintem ez sokkal mélyebben benne van az ő életművében, mint amit azt úgy manapság általában gondolná az ember. Egyébként pont ezeket a műveit sajnos kevesebbet is játsszák, mert skót szimfónia, olasz szimfónia, dalok szöveg nélkül, ez mind rendben van, de a lényeg a Mendelssohnnak szerintem pontosan itt a Bachban és Lutherban rejlik. A reformáció 500. esztendejében érdemes arra is gondolni, hogy ez a spirituális forradalom, ami 1517. októberében kitört, ez valójában egy kommunikációs forradalom volt. Isten és ember közötti közvetlen kapcsolatnak a helyreállítása, ezt szolgált az anyanyelvű bibliafordítás, a liturgiának a egyszerűsítése, a néphez való közelvitele, és hát ennek része tulajdonképpen aztán az, ahogyan Bach jelent egy forró drótot Isten és ember között, vagy ahogy Varnuk Szarvé szokott fogalmazni, egy USB kábel van Bach és a mennyei forrás között, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból tényleg igaz, hogy muzsikáló, zenélő, éneklő
luteránus volt Bach, aki mindent megtett azért, hogy az Isten igéje az emberhez érthetően közel jöjjön, és mindaz az isteni harmónia, békesség, szeretet, amit Isten szeretne átadni, az ne távoli mennyei szférákban legyen, hanem a számunkra befogadható legyen. Ennek egy csodálatos eszköze a korál, ami ugye a luteránus Isten tiszteletnek az anyanyelve, ahol maga a gyülekezet válaszolható tulajdonképpen az Istennek az igéjére. Hogy Bachnak milyen fontos volt az Isten igéje, azt onnan is tudjuk, hogy például a Passió kéziratokban Jézus szavai piros tintával írta, hogy ezzel is kiemelje, hogy ez a lényeg, amit a testélet ige, a testélet szeretet Jézus Krisztuson keresztül mond nekünk, és valójában a korálok erre adnak választ. És amikor a korálójátékokat komponált, akkor valójában azt készített elő, egy ilyen talajelőkészítés volt, hogy utána a gyülekezet ajkán megszólal valójában a válasz arra, hogy megértették az Istennek a szeretetét, az Istennek a üzenetét, tervét az életükkel, és erre válaszolnak. Ezért érzem zseniálisnak a korelőjátékokat, mert valójában ezt a közvetlen kommunikációt, Istennel való találkozást, közösséget készítik elő. Ugye kommunikáció nélkül nincsen kommunió, nincsen közösség, tehát az Isten tisztelet az egyfajta dialógus, párbeszéd Isten és ember között. És Bach muzsikájában fantasztikusan megvan ez a dialógus, tehát azért nála úgy épülnek föl a passiók, oratorikus művek is, hogy megszól az ige, és arra válaszol a korál. Az áriákban a személyes hitét mondja el sokszor az, aki énekel. Tehát ezt a dialógust, ezt az élő, eleven kommunikációt, közösséget élhetjük meg Bach segítségével, és ez az egyik legnagyobb ajándék, amit a reformáció újra felfedezett, ami valójában az első pünköstől kezdve ott volt, hogy az ember megértheti azt, amit az Isten neki mondani akar, és azt el is tudja fogadni, és arra válaszolni is tud, mert ez nem egy monológ, az Isten dialógust akar, ezt az Édenkerttől kezdve tapasztaljuk. Ugye nem véletlen, hogy Söderblom svéd érsek 5. evangélistának nevezte Bachot, és édesapám ilyen címmel írt is róla egy könyvet 300 éves születésévforduló alkalmából, mert valójában az evangélium, az öröm üzenet az, ami Bachot is megérintette, és a leghatékonyabban ma is ez az evangélium sokszor Bach muzsikán keresztül terjed. Nekem nagyon jó barátom volt Peskó György, orgonaművész van a Vécsi kaputén, ahol kezdtem lelkészként, ő mondta mindig tréfásan, hogy hát én prédikálok Bach segítségével, arra többen figyelnek, mint a ti a szószékről. Jó, ebben volt egy kis rosszizása a lelkészként, igaza volt, mert amikor ő a Bach összest kezdte ott játszani, akkor a utcáig állt a sor, amikor egy sima istentiszteleten mi prédikáltunk, akkor jócskán voltak üres helyek. Tehát az, hogy Bach zenéje prédikáló zene, az evangéliumot, az örömüzenetet hordozza, és a közösséget állítja helyre Istennel, az egy ma is megtapasztalható csodálatos ajándék. Hallatlanul érdekes, hogy Mendelssohn hogyan értelmezi a romantika a saját nyelvére, Bachnak az eredeti nyelvét, tehát tempójelzésekkel látja el, az evangélista szövegét nem, és énekét nem kontinuó, tehát nem a billentyűs hangszer és basszus hangszer kíséri, hanem két csellót alkalmaz, és a két cselló akordikusan kíséri az evangélista szavait, ami az egésznek egyébként ad egyfajta ilyen régmúlt legendaszerű érzés. Tehát nem azt érezzük, mint ahogy megszoktuk immár az utóbbi évtizedekben régi zenés előadásokkor, hogy ugye szinte ott vagyunk, mint hogyha egy sporteseményt közvetítene az evangélista átérzése nagy izgalommal mondja el, hanem egésznek van egy biblikus méltósága, ahogy elénekli. És ugye a Krisztus szövegei alatt, Krisztus éneke alatt, hát a Volós négyes természetesen, kicserélt hangszereket, tehát a régi hangszereket nem használta, nem ismerte, Oboda Kacsét, Oboda Morét nem, helyettük modern hangszereket használt, és a legérdekesebb az a tempó, mert hogy az a fajta méltóságteljes, nagy Bach előadás, ami még a mi gyerekkorunkban, tehát egy Klemperer esetében, vagy még akár a Karl Richter esetében, hát olyan volt valóban, mint egy szobor, mint egy nagy emlékmű, az itt gyökerezik a Mendelssohn-féle előadásban, és Mendelssohn-féle átiratban. Tehát óriási dolog, hogy megmaradt ez az 1841-es anyag, mert ebből tulajdonképpen azt érezzük meg, hogy hogyan is indult ez az egész Bach tradíció, és hogyan vált Bach a zenetörténeti gondolkozásban, hát olyan az alfává és az omegává. Nem tudom, hogy ez a kép mennyire hamis. Nem lehet hamis,
hiszen az a zene, amely megszólal Mendelssohn értelmezésén át, annyira igaz, annyira tiszta, annyira érvényes rá az, amit annak idején Goethe mondott, hogy Bach muzsikájában az örök harmónia Isten kebelében önmagával beszélget. Keressük a kapcsolatot a ma emberével, mert nagyon nehezen tudjuk megszólítani, tehát itt van egy kommunikációs zavar, az egyház beszél egy nyelvet, amit a ma embere nem ért. És a ma ember nyelvét már sokszor mi nem értjük, sajnos elzárkozva a templom hűvös magányába. Bach muzsikája áthidalja ezeket a kommunikációs szakadékokat. Tehát egy olyan nyelvet beszél, egy olyan, nem anyanyelvet, hanem atyai nyelvet, egy olyan isteni nyelvet, amely az embert megragadja, és sokszor ez egy szinte nonverbális kommunikáció is, mert ez úgy is igaz, hogy csak hallgatom az organát, nincs szöveg, de mégis azt érzem, hogy az Isten szeretete körülölel, és azt érzem, hogy Isten közelben vagyok, szinte érzem az Istennek az illatát a közelségén.
Silbermann a bátyánál tanult Strasbourgban a 18. század első évtizedében, és mikor felszabadult, mint orgonaépítő mester, akkor ugye a kor szokása szerint egy megállapodás, egy írásbeli megállapodás történt köztük, miszerint ugye Gottfried, a bátyja Andreas vadász területén, ugye Elzászban nem működhet orgonaépítőként, ezért visszament szülőhazájába, Szászországba, és ott próbált szerencsét. Na most Elzászban egy borzasztó erős francia hatás alá került, ugye, mert az elzászi orgona építészet mindig rendkívül erős francia hatás alatt volt. Lényegében azt mondhatnánk, hogy Andreas Silbermannal együtt az a 24 hangszer, amit Strasbourgban építettek, azok francia orgonák voltak, tehát francia barokk hangszerek, és ebből a francia divatból az eszenciát, az bizony átvitte Szászországba, ez egy hihetetlen nagy újdonság volt, de nem tudta átültetni egy az egybe, mivel hogy a francia orgona típus mögötti tradíció az abban a formában nem élt Szászországba, ezért lényegében a francia orgona elemeiből ő kreált egy saját orgona típust, átértelmezett bizonyos regisztereket, feltehetően és magát az orgonának a műszaki felépítését, vagy művek elrendezését azt helyi tradíciókból merítette, de hát lényegében amit ő ott kialakított, az egy saját Silbermann stílus, egy saját Silbermann divat, amely azért akkor teljesen újszerű volt Szászországban, és mivel hogy az ő műhelye gyakorlatilag évtizedeken belül az egész környéket uralta, ezért hát nyilván hatással volt más orgonaépítőkre is, és az ő orgona típusának a hatását ugye egy egész iskola láncolaton föl lehet fedezni, tehát egy óriási hatásról beszélhetünk az utókorra, az Silbermann részéről, és hát egy rendkívül invenciózus és tevékeny orgonaépítőről, aki hát feltétlen egy újdonság volt, és egy megkerülhetetlen jelenség az orgona tájban, ott Szászországban. A Rötai Silbermann orgona az tulajdonképpen az a méretben egy közép kategóriás, egy középméretű Silbermann orgona, amit hát azon a határponton épített 1722-ben Gottfried Silbermann, amikor lényegében kiforrottnak tekinthetjük az orgonaépítési praktikáit és a standardjait. Természetesen bizonyos standardokat már tökéletesen lehet látni a korábbi ópuszokon is, de körülbelül a 20-as évektől kezdve beszélhetünk az érett, kiforrott Silbermann hangzásról, építésmódról, sípkészítésmódról. Különleges, mint ahogy Silbermann orgonák általában úgy gondolom, hogy különlegesek. A történelem későbbi évszázadaiban ennek a hangszernek azért különleges szerep is jutott, mert amikor Karl Straube és kortársai, lényegében a Régert, illetve Albert Schweitzert követő történelmi időszakban elindítják az úgynevezett neobarokk orgona mozgalmat, akkor az egyik direkt mintahangszer, amelyik Karl Straube személyesen is ugye inspirálja, a romantikus Bach elvetésére és az új, a barokk, ő által autentikusnak vélt barokk Bachnak a felfedezésére, ez a Rötai orgonához nagyon szorosan köthető, és köthető természetesen észak-német hangszerekhez is. Tehát ilyen mód Silbermann Rötán keresztül a késői neobarokk orgona mozgalomba és zenei és orgona értelmezésbe bekapcsolódik.
Amikor a Rőtai Zilberman orgonához leültem, akkor azon gondolkodtam, hogy itt van egy csodálatos, a maga teljességében pompás barokk hangszer, hihetetlen hangszínekkel. Miért feltételezném azt, hogy az a Johann Sebastian Bach, aki annyira újszerű és eleven volt a hangszerelésében, az akusztikai hatások kiaknázásában, miért gondolnám, hogy Johann Sebastian Bach pont az orgonánál ne lett volna az, akinek őt ismerjük? Itt vagyunk mindenfajta izmusok partvonalán, és ezek az izmusok mindenfajta kétséget kizáróan bizonygatják azt, hogy ők tudják Bach igazi arcát, ők tudják, hogyan kell a műveit előadni. És olyan bizalmassággal beszélnek Johann Sebastian Bach előadási lehetőségeiről, mint hogyha legalábbis maga a lipcsei kántor állna ott mögöttük, és sugná a fülükbe a titkot. És akkor hirtelen azon kezdtem el gondolkodni, hogy Bachnak bizonyára ugyanannyi segítsége rendelkezésére állt, amikor orgonált, mint amikor én játszottam Rőtában. Két fiatal, aki ott áll mellette, és a Kotta utasításai szerint kapcsolgatja, változtatgatja a hangszíneket. Hát ebben én lehet, hogy külön utas elképzeléseim vannak, de nekem az érzésem, hogy minden csak feltevés. Hát ha csak azt, jó, nyilván azt le kell szögezni, hogy van egy kor, van annak egy kottázása, vannak dokumentumok, amik a Kotta értelmezéséhez azért segítenek valamelyest, de valójában, ha arra gondolok, hogy egy Bartók Béla, tehát látszólag távolról indítom, egy Bartók Béla, aki a legaprólékosabban metronom jelzéssel írja ki a darabjaira, hogy mit akar, és utána meghallgatom a felvételét, és hát gyakorlatilag nem azt mondom, hogy semmi köze, de hát olyan szabadságok vannak, és olyan színesség, és érdekesség, és izgalom, akkor a Bachnál miért lenne egyfajta előadás? Tehát miért lehetnénk biztosak a dolgunkban, hogy hogyan adta elő tulajdonképpen? Tehát én nekem az az érzésem, hogy itt nagyon sokféle út van, amivel őt meg lehet közelíteni, és végül is az utóbbi másfél évszázad ezt is bizonyítja, hogy mindenki más úton indult el. És aki azt mondja, hogy autentikus, utána jön egy következő, aki megint azt mondja, hogy autentikus, a kettőt meghallgatom egymás mellett, és semmi köze nincs egymáshoz a két felvételnek. Hát akinek olyan elképzelése van Zilberman orgonákról, vagy egyáltalán a barokk orgonákról, hogy ezek feltétlen halk orgonák, visszafogott kamarahangú orgonák lettek volna, ezeket a tévhiteket muszáj eloszlatni. Tehát pont ennek az említett neobarokk időszaknak rengeteg nagyon elhamarkodott ugye prekoncepciója volt a barokk hangzással kapcsolatban, és ezek mindegyik lényegében megdőlt. Érdekes módon egy koncepció, illetve az ellenkezője is megdől azáltal, hogy az ember kutatja az eredeti hangszereket. Ez az, amire mondjuk Magyarországon borzasztó kevés lehetőségünk van, és ezért veszélyes egy-egy hangszert, modern, ma épült hangszert kinevezni, mondjuk autentikus, kizárólagos képviselőjének, egy stílusnak, egy mondjuk a baroknak, vagy a Bach zenére alkalmas orgonának nevezni, mert a barokban ugyanúgy, mint ma, rendkívül különböző hangú, különböző volumenű orgonák születtek, adott esetben ugyanabban az orgonatájban, adott esetben ugyanattól az orgonaépítőtől is. Zilbermannra igazából az erős hang, a kifejezetten erős, markás, férfias hang a jellemző. Bach műveit Zilberman orgonákon természetesen autentikusan meg lehet szólaltatni. Ezek Bach kortárs hangszerek, és lényegében a hitelességet a dokumentált nézeteltérések vagy viták Zilberman és Bach között azokat a hitelességet nem befolyásolhatják, tehát nem is befolyásolják. Én azt gondolom, hogy tökéletesen és hitelesen meg lehet ezekkel szólaltatni Bachot, viszont azt nem gondolom, hogy más orgonán ne lehetne ugyanilyen hitelesen és tökéletesen megszólaltatni, az orgonának a lehetőségei azt engedik. Tehát lényegében Bachal asszociálni orgonát kizárólagosan, ettől én mereven elzárkoznék. Ez teljes tévedés. Ez egy borzasztó komoly tévedés.
és vannak olyan hangok is, amelyek magát az észak-német orgonát, mint típust kizárják a Bachi kategóriából, és teljes tévedés. Bach rendkívül kötődött az észak-német orgonatájhoz is, sőt az észak-német orgonamuzsikához is. Tehát nem lehet az ő kaliberit és kategóriáját leszűkíteni egyetlen egy orgonatípusra. Amin megszólal és jól szól és eljátszható, azon jól fog szólni és el lesz játszható azok Bach orgonák. Amin nem, az kiesik ebből a kategóriából, és Zilberman nem esik ki. Korunk orgonaépítészete egy kicsit eltér mondjuk Magyarországon mondjuk úgy, hogy a nyugati tradíciótól, ahol nem volt ez a szűk fél évszázados kommunista bezárkózás, és lényegében most vannak törekvések, hogy némileg fölzárkózzunk ehhez az elvesztegetett néhány évtizedhez, és hát ezt, mint mindig, mindent, ezt is magyar módra tesszük, és megjelenik bizony a kizárólagosság, illetve a guru jelenség, meg vannak a megmondó pápái az új irányzatnak is. Én azt gondolom, hogy ez nem egy tudományos természetű, feltehetően nem is annyira művészi természetű, mint inkább propaganda természetű jelenség. Tehát lényegében most egy közel fél évszázados, vagy nem is tudom mekkora késéssel, ugye itt is megjelennek a Bach orgonák, és mint ahogy ez az elmúlt körülbelül egy évszázadban volt itt, abszolút szubjektív kategóriák mentén, feltehetően adott esetben a legjobb szándékkal, de hát lényegében óriási tévedésekkel most elkezdtek születni a Bach orgonák Magyarországon is. Ez megint csak nem azt jelenti, hogy ezeken az orgonákon nem autentikus, vagy kizárólag autentikus Bach, hanem azt, hogy ezt az egész kérdéskört sokkal semlegesebb, illetve tudományosabban kéne megközelíteni. Tehát nem lehet kikötni Johann Sebastian Bachot és zenéjét egyetlen orgonatípushoz sem, főleg nem átértelmezett, újraértelmezett orgonatípusokhoz, olyanokhoz, amihez Bachnak életében semmi köze nem volt, tehát nem is gondolta volna, hogy létezik ilyen. Igazából Bachi orgona, mint olyan, az vagy nem létezik, vagy borzasztóan attól függ, hogy definiálom ezt a fogalmat. Ha úgy definiálom, hogy egy orgona, amit én Bach emlékére szánok, illetve én Bach zenének szentelek, úgy lehet Bach orgonáról beszélni, de semmiképp se tudományos értelemben. És ettől inteném óva egyébként a hazai szakmát, hogy lényegében hát ilyen féltudományos utakon elinduljon és beszűkítse a látókörét ilyen gumifogalmak által. Ez egy butaság. Muszáj gondolkodni, muszáj tájékozódni, és akkor rá fogunk jönni, hogy Bach zenéje, orgona zenéje az ugyanan univerzális, mint bármi egyéb zene, amit írt. És nem fog rosszul szólni még egy romantikus hangszeren se, vagy egy másfajta barokk orgonán se. Hát igen, ez jellemzi a mai magyar orgonaépítést, hogy itten versengünk egymással a Bach orgona megnevezésért, vagy jogáért, és ez egy elég méltatlan dolog. Nem tudom, hogy az én Bachom az romantikus-e, vagy barokk. Ha valaki kinyitja Johann Sebastian Bach kottáit, partitúráit, amelyek oly szűkölködőek előadási jelekben, és semmi mással nem foglalkozik, előbb-utóbb maga a kotta beszélni kezd hozzá, és megmutatja Johann Sebastian Bach igazi arcát. Én ebben hiszek.